egy pusztító háború több mint 10 millió halott ember 21 millió sérült tönkrement életek eltorzult arcok számkivetettség ám egy döbbenetes technológia új reményt adott néhány elkeseredett katonának Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper rövidek első adásában. A 20. század első nagy nemzetközi konfliktusa egyértelműen az első világháború volt. A háború 1914. júliusától 1918. novemberéig tartott, kirobbanásának közvetlen előzménye, úgymond ürügye a Habsburg főherceg Ferenc Ferdinánd meggyilkolása volt. Ez a globális csatározás a központi és az antant hatalmak között zajlott, számos pusztító ütközet esett meg, ezen négy borzalmas és sokkoló év során több mint 10 millió ember el, a gyilkos csaták közepette, a sérültek száma elérte a 21 milliót. Csak nem minden háborút emberek egyetlen kicsin csoportja indít el, és az egyszerű kisemberek kénytelenek harcolni, mi alatt gazemberek hatalmas profitra tesznek szert egy egész népkárára. A háborúban harcoló kisemberek ágyútöltelékként vagy elhúltak a csatamezőn, vagy a háború borzalmai túlélve sok esetben élő emberi roncsként térhettek haza családjukhoz. Azonban az új hadviselésnek köszönhetően rengeteg nyak és fejsérülés keletkezett, némely sérülés elképesztően torzá és felismerhetetlenné tette szerencsétlen katonák ábrázatát. Ezek a katonák leszerelésük után döbbenten vették tudomásul, hogy nem kapnak állást külsejük miatt, a nők elfordulnak tőlük, és nyilvános helyeken csak undorodó pillantások jutnak nekik osztályrészül. Ez igen csak komoly problémákat okozott egyrészt a katonáknak, másrészt pedig az országok kormányai rájöttek, ha erre nem találnak ki valamilyen megoldást, akkor a szociális ellátó rendszerben ezen a társadalomba beilleszkedni nem tudó, torzarcú veteránok életük végéig állami támogatásra fognak szorulni. Erre a kérdésre azonnal rávágnánk, hogy minden bizonyal a plasztikai sebészet. Igen, ám, de az első világháború idején még nem volt olyan fejlett a plasztikai sebészet, hogy teljes mértékben kezelni tudjanak a szakemberek ennyire súlyos sérüléseket. Természetesen léteztek hasonló eljárások, az emberiség már időszámításunk előtt alkalmazta a plasztikai sebészet korai formáit, illetve a plastika egyik fő úttörője, Sir Harold Gillis, fül orgégész igyekezett ismereteivel segíteni a sérült arcú katonákon, ám az ő módszerei is inkább a második világháború során lettek továbbfejlesztve. A plasztikai sebészet történelméről hamarosan várható egy hosszabb videó, ott ezt a témakört jobban kifejtem. Tehát néhány arc katonának volt lehetősége bőrátültetésen vagy műtéti beavatkozáson részt venni, ám sokuk sérülése olyan komoly volt, melyekkel az akkori orvostudomány nem tudott mit kezdeni. Az 1871-ben Angliában született Francis Dörvent Wood szobrász 43 évesen már túl öreg volt, hogy bevonulhasson az 1914-ben kirobbanó háborúba, ezért a férfi önként jelentkezett, hogy segíthessen a harcokban megsérülteknek. Wood különböző maszkokat is készített a fronton a lövedékektől vagy robbanásoktól eldeformálódott arcú katonáknak. Ezek a maszkok még nem voltak tökéletesek, fényből készültek, és igencsak kényelmetlenek voltak, ám legalább megóvták az eltorzult ábrázatú katonákat a szörnyűködő tekintetektől. 1917-et írunk, amikor a szerencsétlen sorsú bakák közé egy valóságos angyal szállt le. Anna Coleman Led 1878. július 15-én született Pennsylvániában, tanulmányait Európában folytatta, Rómában és Párizsban szobrászatot tanult. Férjét Dr. Maynard Ledet a háború idején 1917-ben az Amerikai Vöröskereszt egyik irodájának a vezetésére nevezték ki, ám a hölgy is szeretett volna segítséget nyújtani valamilyen formában a háború áldozatainak megsegítésére. Kutatni kezdett segítségnyújtó módszerek után ekkor ismerkedett meg Londonban Francis Dervent Wood munkásságával. Anna felkereste Woodot, és együtt fejlesztettek ki egy olyan módszert, ami által ezek a maszkok sokkal valóság hűbbekké váltak. Anna ezután engedét kért, hogy Franciaországban létrehozhassa a portré és állarcok stúdióját, ahová szívesen várta a háború során megsérült, leszerelt katonákat. A folyamata következő volt. Először a férfiak arcáról gipsz lenyomatot vett, majd fényképek alapján, ha nem volt fénykép, akkor a rokonokat kérdezte ki, hogyan nézett ki a katona sérülése előtt. Elkészítette a katona eredeti arcának vonalait elképesztő tudásról és tehetségről téve tanúbizonyságot. A maszkok többnyire a trópusi vidékeken élő gutta perkafa tejnedvéből, a gutta perkából készültek, mely egyfajta gumi volt. Az így elkészült protéziseket Ena két napig részfürdőben áztatta, majd a lerakódott vörös rész réteget az adott páciens bőrszínéhez igazodva festette fel. Voltak maszkok, melyek az egész arcot eltakarták, ám volt olyan, mely csak amolyan részleges volt, ami egy szemet, orrot vagy fület pótolt a rögzítésüket huzallal vagy egy vékony szallaggal oldották meg. En a valódi hajat használt a szemöldök, szempillák, illetve bajusz létrehozásához. Ha egész arcot takaró maszkot kellett készíteni a sérülés miatt, Ena úgy készítette el a maszkokat, hogy annak levétele nélkül lehessen enni, inni vagy cigarettázni. Másfél év alatt Ena és kollégái körülbelül száz ilyen maszkot készítettek el, hiszen a maszkok pontos és precíz elkészítése igencsak hosszadalmas munka volt. A stúdióban dolgozó szobrászok tehát közel száz embernek tették lehetővé, hogy új életet kezdjenek, és az utcára lépve az emberek ne borzongjanak többé deformált arcuk látványától. A háború véget érte az amerikai vörös kereszt már nem támogatta Enaled stúdióját, így az 1918-ban bezárt, Ena pedig visszatért Bostonba, ahol a háború előtt élt férjével. A szobrász hölgy 1932-ben a francia kormánytól megkapta a becsületrendet a leszerelt torz arcú katonáknak nyújtott segítsége miatt. Enaled, aki arcot adott a sérült katonáknak 1939-ben hunyt el Kaliforniában. A hölgy munkáját ma anaplasztológiának hívják. Ha nem is tudott mindenki segíteni, de legalább jó néhány leszerelt katona esetében el tudta érni, hogy a hazájukért súlyosan megroncsolódott emberek újra bátran mehettek emberek és családtagjai közé, anélkül, hogy szörnyetegnek tekintsék őket. Hiszen nem szörnyetegek, hanem emberek voltak, akik életét örökre megpecsételte a szörnyű, kíméletlen és pusztító háború.